Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a VTTV legújabb adásában. Ahogy ígértem már hetek óta, sikerült összehoznunk US Rollival a műsort, és nagyon örülünk, hogy ezen a jeles napon el tudtál jönni hozzánk, Roli. Köszöntünk téged itt, hiszen mielőtt tovább mennénk, szeretném elmondani mindenkinek, hogy ma megszületett a második kislányod, feleségeddel közösen most már úgy mondhatom, hogy három gyermekes édesapa lettél. Nagyon gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babának, az édesanyjának és az egész családnak. Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést, hogy ilyen kicsit késve álltam a rendelkezésre, de tényleg összejött most minden az elmúlt időben. Hát ugye mai nap egy kicsit nekem is máshogy alakult, nyilván, hogy a gyerek megszületett, de hát ez egy olyan csodálatos élmény az ember életében, ami azért kevésszer fordul elő, úgyhogy ahogy mondtad, én is három gyerekes családok, akkor én mondom most már a magamat, annak én, hogy az egyik gyerek ugye leasingelt, de idézőjelve, de tényleg azt mondom, hogy most már mondhatni, hogy nagyon szép kerek nagy családunk van. És akkor a szokásos brigádból itt van Csilla, Norbi, Gyuri, és jó magam Márk. Bele fogunk csapni, tényleg rövid az idő, és tényleg szeretném megköszönni, hogy időt szakítottál ránk a mai nap. Pont azt beszéltük így a műsor előtt a Gyurival, hogy két héttel ezelőtt meg biztosan más hangulatba ment volna ez a történet. Viszont tényleg nagyon-nagyon sok kérdésünk lesz. Bizonyosan egy párat meg tudsz válaszolni, és lesznek olyan kérdések, amik kevésbé megválaszolhatóak most még. Én leszögezem, hogy én nagyon elfogult vagyok veled kapcsolatban, hiszen nekem ezt mi sokszor beszéltük személyesen, és amikor ide jöttél annó a videóhoz, voltak fenntartásaim, és az egyik legnagyobb kedvencem lettél, és úgyhogy én elfogult vagyok veled kapcsolatban, nem tudok olyan kritikus lenni. De vágjunk bele a dolgokba, hiszen a hétvégén egy nagyszerű győzelmet arattunk a Kispest ellen, ami nagyon kellett, viszont ez, hogy így rezeg a léc felettünk, vagy alattunk, ez így neked milyen érzés, hogy gondolod, hogy miért most jött el az edzőváltásnak az ideje, milyen kilátásaink vannak, és te, mint sportigazgató, a tapasztalatoddal, a játékos múltaddal mit tudsz tenni az irányba, hogy sikeresek legyünk az elkövetkező időszakban? Hát nyilván ez a helyzet ez azért nem egy annyira új keletű dolog, szerintem az elmúlt időszak már nem úgy alakult a Vidi életében, ahogy szerettük volna. Az, hogy most ennyire kicsúsodott az elmúlt időszakban, ez azért szerintem mindannyiunk számára egy teljesen új helyzet, új szituáció. Mondhatom, hogy a játékosok is még januárban arról beszélgettek, hogy 6 pontra van a nemzetközi szereplés, aztán utána tudatosult bennük is, hogy itt lehet akár az is, hogy a kiesés ellen kell harcolni. És mondhatom, hogy apró nüanszokon múlott, amit mondhatok, hogy most úgy éreztem hétvégén először igazán a csapaton, hogy úgy érezte azt, hogy itt lehet akár nagy baj is. Hogy a csapat játékán azt éreztem, sokkal inkább azt a harciasságot éreztem rajtuk, azt a mentalitást, amit mondjuk el kell várnunk minden, ami nekem alap, hogy egy játékosnál mondjuk ez a minimum, hogy így menjen bele egy mérkőzésbe. Szerintem az elmúlt időszakban sok olyan mérkőzést, nekem legfájóbb a mezőkövesd, ami pont olyan apró nüanszon múlott, hogyha ott egy kicsit jobban, alázatosabban tesszük a dolgunkat, akkor az a mi oldalunkra fordul, és a következő meccseket tekintve az sokat jelentett volna. A másik oldalon nyilván a helyzet mindannyiunk számára új, nekem is új, én is küzdöttem olyan kiesés ellen, mindannyiunknak az a feladata, és nekem leginkább az, hogy ezt a feladatot megoldjuk, és sokan mondják, hogy van probléma bőven a vidén, inkább azt mondom, hogy van megoldásra váró feladat bőven. Mert nyilván itt sem mindegy, hogy hogy állunk az egész kérdéshez. És csapaton belül is próbálom leginkább 0-24-ben azon gondolkozni, hogy mit tudunk hozzátenni, mi az, ami plusz, amit hozzá tudunk a csapatnak tenni, a játékosoknak, a stábnak. Mert azt gondolom, hogy tényleg Fejváron minden adott nálam, minden adott ahhoz, hogy jó futball legyen. Valahogy mégis az elmúlt időszakban ott leragadtunk, és most nem azért, mert itt beszéltek, hanem már 100 000-szer hallottam, hogy mióta Lazovics, Huszti, Juhász kiment az öltözőből, azóta nincs vezéregyéniség is. Nyilván ennek van alapja, de igen, ezen valahogy tovább kell lendülnünk, ezt a problémát meg kell oldani, hogy igenis olyan személyeket kell találni majd az öltözőbe idővel,
akik ezt a kérdést meg tudják oldani. Véleményem szerint is ez egy központi téma továbbra is, de az, hogy mi volt, ezekből a játékosokból kell kiemelnünk egy-két embert, aki erre alkalmas, aki ebben tud segíteni a csapatnak, és mérkőzés közben is ezt várnám el egy-két embertől leginkább, hogy igenis álljon ennek az élére. Mert csak úgy működik, és a pályán belül a játékosok egymás között kell, hogy ezt érezzék, hogy ki az az ezér, akit ők elfogadnak, akit ők tisztelnek annyira. Ez nem edző kérdés, ez nem vezető, ez nem szurkoló kérdés szerintem, hanem ezt igenis egymás között kell rendezni. Ebben érzem, hogy nagyon sokat kell fejlődni az öltözön belül. Igazából én a múltra annyiba tekintenék vissza Huszti Szabi tevékenységére. Én nem akarok vele nagyon kritikus lenni, mert mégiscsak ő a Videótonnal szerzett egy bajnoki címet, egy kupagyőzelmet, bejutottunk egy nemzetközi csoportkörbe, és nagyon sokat tett szerintem ezért a klubért, és érződött a profizmusa. Azt, hogy vezetőedzőként ő itt nem állta meg eljét, ez biztosan sok összetevős, de a klubért tett tevékenységéért, mint játékos, én köszönettel tartozom. Viszont nem gondolod azt, hogy a hosszú téli szünetben már egy tapasztaltabb edzőhöz kellett volna nyúlni. És itt most tudom, sokan felhozták a ti személyes jó kapcsolatotokat, holott többször elmondtátok, hogy pont így a szakmai kérdésekben elég komoly vitáitok is vannak akár. Tehát, hogy nem gondolod, hogy esetleg, jól tudom, utólag így könnyű okoskodni, de hogy előbb meg kellett volna lépni ezt a dolgot? Figyelj, ezt még egyszer azzal kezdem, hogy igen, a személyes kapcsolatunk az itt teljesen külön választandó, az semmilyen szinten nem volt érezhető a közös munkába. Ezt annól megbeszéltük, szerintem mind a kettőnek van olyan természete, és olyan vagyunk egymásra szemben kritikusak, hogy és elfogadjuk a szakmai, egymás szakmai véleményét. Én amikor a Szabi átvett erre a 6 meccsre, akkor azt mondtam, hogy igenis egy ilyen karakteres ember kell a Vidi élére, akinek fontos ez a klub, amit te is mondtál, akinek számít ez a klub, akinek érdeke tényleg az, hogy a klub visszakerül arra a polcra, ahol tartozik. És abban a 6 meccsben teljesen éreztem, hogy benne van igenis a Szabiba ez, hogy láttam, milyen hatása van a játékosokra, láttam, hogy hallottam, hogy beszélnek róla egymás között, az edzéseken ugye kint szoktam lenni, azt láttam, hogy milyen formában végezték el. Nyilván ez nekem egy olyan plusz visszajelzés is kapott, és én azt éreztem, azt is láttam, hogy a meccseken is azért látszott, hogy mit akar játszani a Vidi. Hosszú idő után szerintem először látszott abban, akár mondjuk egy Fradi meccset veszek, a Kisvárda meccset, akár már Paks meccsben voltak olyan pillanatok, úgyhogy én éreztem, visszajöttek azok a dolgok, ami alátámasztotta azt, hogy igenis lehet ebben egy hosszabb távú együttműködés is, és közös jövő. Nyilván az, hogy így alakult, ezt által mindig az edző vissza meg ennek első körben levét csalni, és ő az, aki ugye felel a sikertelenebb időszakért. Ugye nyilván a váltás ennek köszönhetően meg is történt. Azt hozzáteszem azért, hogy ahogy a csapat elhelyezkedett, most már nem kapkodtak az edzők se annyira a csapatért. Ezt hozzáteszem, hogy azért nyilván lehet itt beszélni, majd mikor játékosokat is igazolunk, hogy igenis Európa Ligáért küzd a csapat, ezek a célok, csak jelen pillanatban mindenki azt hisz, hogy hol tart a csapat. És azért nekem az fontos, hogy ne csak valakivel, ha leülök beszélgetni, mert most az új edző kapcsán is ugye azért döntöttem el többszöri beszélgetés után, hogy milyen emberileg, mennyire ismeri a csapatot, mennyire járt utána a csapatnak, mennyire ismeri a ligát. Ezek szerint van a kulcskérdések, ami fontosak, mert nyilván novemberben nagyon sok ajánlást kaptunk, nagyon sok olyan edző bejelentkezett, aki lehet, hogy nagy név, de nem voltam benne biztos, hogy megvan az a kellő motiváltság, miután utána értem akár emberileg, hogy igenis azt nézi, hogy ez szakmailag kívás neki, vagy esetleg az anyagi rész lenne, ami vonzó számára. Én ezt mai napig nem bánom egyébként, hogy Szabi mellett döntöttünk. Én továbbra is azt mondom, hogy lehet belőle nagy edző, bízom benne, hogy ő is sokat tanul ebből az időszakból. De az, hogy a váltást most megléptük, hogy ezt jó időben léptük meg, vagy nem, ez nyilván azt mondom, hogy ez volt az utolsó pillanat, amikor emellett le kellett tennünk a voksunkat.
Remélem, hogy majd a Bartosz olyan munkát tud végezni, amivel tényleg látszik ismét valami folyamat, pozitív folyamat. És akkor eltennem a többieknek is a kérdést, és Csillának elsőképpen, hogy biztos írtál jegyzeteket, kérdéseket. Persze, itt vannak. Csak annyi? Igen. Hát, még vannak itt egyéb dolgok is, de mindegy. Szóval az első kérdésem az inkább nem is a csapatra, illetve a klubra vonatkozna, hanem inkább a te egyéni motivációidra, mert ugye tavaly nyáron még a kerületnél tevékenykedtél, és néhány hónap alatt egy tök nagy fordulat jelentkezett így a karrieredben, hogy jöttél vissza a videótóhoz dolgozni, és engem az érdekelne, hogy milyen kihívásokkal szembesültél itt, és milyen, tehát hogy mennyire komfortosak ezek számodra, hogyan sikerült ezekkel megbirkózni, nem tudom, milyen mérföldköveket tűztél ki magadnak a karrierednek ezen állomáson, és van esetleg olyan, amit már sikerült elérni? Nyilván már korábban formálozott bennem azért, hogy nekem ilyen ambícióim vannak, én korábban is sportigazgató akartam, ezt hangoztattam annak ellenére, hogy pályaedzőként ugye szerepet vállaltam a csapat életében. Nyilván a vidvel kapcsolatban is vannak terveim, vannak rövid, közép és hosszú távú terveim. De ugye jelen pillanatban milyen helyzetbe belecsöppentünk itt a klubnál a klub életébe, azért itt ezt a jellegi szezont kell orvosolni. Nyilván nagyon sok játékosnak lejár a szerződése, nagyon sok olyan helyzettel találtam magam szembe, ami azt mondom, hogy igenis komoly kihívás, és mikor ezt elvállaltam, akkor tisztában is voltam, hogy itt a Vidinél azért most lesznek komoly megoldásra váró feladatok. Engem ez mindig motivált. Most nyilván külön kell választani, hogy milyen volt játékosként, milyen most vezetőként, teljesen más. Ott játékosként magamra kellett figyelni, csapatot rendbe kell tartani, itt azért vezetőként egy egész sportszakmai részt kell koordinálni, ezt egy jó működő rendszeré kell alakítani, gondolok itt akár az utánpótlásba való felállalatást, akár a másik csapat, akár a felnőtt csapatnak tényleg a jellegi helyzetét kezelni, mert nyilván, mondom, beszéltünk arról, hogy bajnoki címek, meg kupagyőzelmek, jelen pillanatban sajnos nem itt tartunk. És azt mondom, hogy ezt is nagyon reálisan kell látni, és nagyon reálisan kell kezelni. Mert persze sok részt értem a türelmetlen embereket is, mert máshoz szoktak hozzá Vidi kapcsán, de most sajnos nem erről kell beszélnünk. És nyilván próbálom ennek a gyökereit így megkeresni, hogy miért tart mondjuk itt a csapat, az öltöző, a keret, az eredményességünk, mert nyilván ez nem úgy működik, hogy próbálkoztak előttem már többen ezzel, akár edzői szinten, akár vezetői szinten, hogy megoldják ezt a problémát. Nem nagyon sikerült másnak sem. De nyilván ezt folyamatosan boncolgatnék, és azokat az apró dolgokat, olyan lépéseket, gondolok itt akár a Négónak a hétvégi dolgára is. Van pozitív, van negatív. Amit meg kell lépni egy klub életében, annak érdekében lehet, hogy az mozdítja a csapatot egy másik irányba. Vagy erősíteni azokat a pozitív dolgokat, amik eddig is jól működtek. Azokat az embereket erősíteni, akik már lehet a klub környékén és az elmúlt időszakban picit negatívabban gondolkodnak, hogy igenis támogassuk a csapatot, legyünk a csapat mellett. De összességében nyilván én nagyon örülök, hogy vissza tudtam kerülni a Vidihez, és egy ilyen pozícióban, mert nekem ez volt az álmom. Én megmondom nektek őszintén, mikor elkerültem innen februárban, hogy nem találtam a helyemet. Magyarországon két helyen futballoztam, összességében három profi szinten. Nem egyszerű helyzet. Én azt gondolom, ott tudsz igazán teljes szívvel és tiszta lélekkel dolgozni, ahol ami csapat jelent neked valamit. Feleségem tudna mesélni az elmúlt időszakban, milyen napokat éltünk meg itt közösen, úgyhogy hálát adom, hogy ilyen felesége van ebben az időszakban, mert tényleg minden támogatást megkaptam tőle is. Voltak álmatlan éjszakák, de itt hozzá tartozik. Mondom, ezt meg kell oldani. Akármikor a Rüstüvel is beszéltem, és a csapat dolgairól beszéltünk, hogy mit látok, miben tudnak segíteni. Annak örülök, hogy így azért, akiknek tényleg ez a csapat jelent valakit, és aki csapat környékén vannak, azok folyamatosan jönnek oda hozzám, és azon vannak, hogy miben tudnak segíteni. Ez azért ez nagyon sokat számít, szerintem nem csak nekem, hanem a klubnál dolgozóknak. Viszont az biztos, hogy nagyon nagy átalakítás lesz itt szükség a nyár folyamán, ez nem kérdés. Azt, hogy ezt milyen formában tudjuk megvalósítani, és mekkora lehetőségünk rá, nyilván ez a jövő zenéje. Először itt a jelenre kell koncentrálni, hogy a csapat megerősödjön, de a keretben azért nagy változások várhatók.
Majd még a mérföldkörre, majd később térünk vissza, de Norbi, te is készült, és azért Gyurinak adom utoljára, mert ő meg a Facebookra feltett egy kis posztot, amiben várta a kérdéseket az egyik nagy videótonos csoportból, és nagyon sok kérdést kapott, és abból próbál szelektálni, és azokat a kérdéseket akarja majd felrakni. Úgyhogy Norbi, te jössz. Köszönöm szépen. Hát, szia Roland, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és gratulálok a kisgyerekhez és jó egészséget kívánok édesanyának kisgyereknek egyaránt. Ugye én is, ahogy a Márk, én is egy kicsit azért mondjuk úgy elfogult voltam a veled és a Szabival kapcsolatosan. Nálam a Szabinál ez a végefele már inkább átfordult, és én azért nyilván nem fogom eltagadni, én az allegerszegi mérkőzés után én követeltem azt, hogy ő mondjon le, mert az nagyon gyenge mérkőzés volt sajnos. De utána ugye kineveztétek a Bártoszt, és számomra, ami nagyon szimpatikus, hogy egy nagyon hasonló helyzetben már volt ugye az Aikóval, a Osvenskámba, és ugye tudod, hogy nekem a skandináv foci azért eléggé fontos, nagyon napra kész vagyok vele, és ugye volt róla az, hogy igazunk csatárt onnan, ez most nem következett, de gondolom nyáron szeretnénk onnan akkor igazolni csatárt, hogy ez így képben van továbbra is az északi játékosok szerződtetése? Igen, abszolút. Ugye hát alapvetően a támadó kérdés, ez már jó ideje jelen van. Ugye ott az átigazolási időszak utolsó napjaiban is, most elmondtam, egy sajnos meghiúsult, de nyilván, ahogy te is mondtad, igen, az északi focit azért nagyon szemmel követjük. Mentalitásában szerintem lényegesen más futballistákat látok ott, tapasztalok. A Bártoszra is kitértél, nála is ez volt nekem valami, az előbb is említettem, egy nagyon meggyőző dolog, hogy abszolút amit képvisel, és ahogyan az emberi oldalát, mert nekünk szerintem nagyon fontos, hogy egy olyan edzőnk legyen, olyan vezetőnk legyen a csapat élen, akinek az emberi oldala nagyon erős, és ezeket a tulajdonságait nagyon tudja használni a csapattal szemben. Nagyon meggyőzött, ahogy belépett ide szerdán, olyan érzésem volt, mint a hetek óta itt dolgozott volna. Tényleg a belépője, a kommunikációja, a kiállása. És nem próbált extrákat, nem beszélt olyan nagy dolgokat, szerintem az öltözőben sem, amit hasra kell esni, hogy majd a ilyen gyönyörű foci, olyan gyönyörű feltérképezte a csapatot. A bajnokságot átlátja a csapat helyzetét, tudja az, hogy jelen pillanatban most nagyjából mire van szükség itt a csapaton belül. Mikor legelőször beszéltünk, nekem a legszimpatikusabb vele kapcsolatban ez volt, hogy ezt már abszolút éreztem, hogy amiket mondta a csapatról, azok megállták a helyét. Szóval nem a levegőbe beszélt, és nem mellé beszélt, és igenis azt éreztem, hogy mikor látta, hogy a vonalat vagyunk, és 10 meccs van hátra, ő azt mondta, hogy nem foglalkoztatja, látja a csapatban, hogy mit lehet ebből a csapatból kihozni, és igenis bízik benne, és abszolút a pozitív oldalára közvetettem az egészet. Játékosok terén, bár tényleg a piac, amit úgy mondtam, egyébként a skandináv játékosok mellett én azért a magyar játékosokat is szeretnék picit a magyar magot erősíteni. Nekem ez nagy célom itt a nyár folyamán, egy egységesebb, erősebb magyar mag legyen az öltözőben, akik tudják ezt az öltözőt kezelni. Ez az alapja az egésznek. Ha az öltözőben rend van, onnantól kezdve szerintem azért minden jóval egyszerűbb, minden jóval kezelhetőbb, és nyilván most azt se könnyíti meg a helyzetünket, sok esetben ugye sok játékosok jár a szerződése, de nyilván, ha van egy erős magunk, akkor olyan játékosokkal, akik igenis egy nyelvet beszélnek, akkor lényegesebben könnyebb. Még így egy pillanat, egy ilyen mellékkérdés, hogy mondod, hogy sok játékosnak lejár majd a szerződése, hogy várható esetleg bárkinek a hosszabbítása a szezon vége előtt, vagy csak a szezon után fogtok rátérni erre a játékosokkal? Ha ezek a játékosok közül olyan teljesítményt nyújtanak, akkor várható, de ez nagy kitétel. Nyilván azt mondom, hogy azért ez egy fontos szempont, hogy ha valaki hozzáteszi, és azt érezzük, hogy igenis fontos neki a csapat, és az, hogy itt maradjon a csapatnál, akkor nyilván leülünk tárgyalni, de én azt szeretném azért a teljesítményhez kötni. No, Gyuri, felkészültél? Én igazából azzal kezdeném, hogy nem szeretnék posztokra lebontva most mindenre rátérni, viszont van egy poszt, ami elég nagy vitákat gerjesztett a fórumon.
Purbokon. Egy kirívó nagy vitákat gerjesztett, ez pedig a kapusposzt. Ugye, remélem ti is látjátok, hogy azért, hogy fogalmazzak szépen, vannak képességbeli hiányosságok, ugye Daninál, ez a meccseken is látszódott. Mi szurkolók úgy érezzük, hogy jó pár pont elment rajta. És igazából azt tulajdonképpen tudjuk, hogy van kapus kérdés, mert ha minden igaz, akkor szappanos képben volt télen. Egyrészt a kérdés egyik része az lenne, hogy még mindig képben van-e. A másik pedig, hogy mi volt az oka, hogy abszolút nem volt kapusposzton változtatás. Tehát meg se kapta az esélyt akár Rockó, akár Marti. Most az, hogy az végével kezdeném akkor, hogy miért nem történt változás, ugye ezt a Szabi eldöntötte, nagyon sokat beszélgettünk erről a kérdésről. Ugye ő úgy érezte, hogy a Dani megfelelően szolgálta neki az meccseket, hozott egy-két olyan védést, amivel ő beragadt a kapuba. Nem titok továbbra se, hogy egy kapusposzton is szeretnénk azért nem erősíteni, inkább azt mondom, versenyezet kialakítani. Nyilván azt nem azt mondom, most nincs, de azt gondolom, hogy amit télen is említettünk, hogy azért ott is vagy fontos szempont, hogy én személy szerint szeretném ugyanúgy, hogy magyar kapusunk lenne. Ez továbbra is, ez nekem egy nagy célom. És az, hogy egy komoly versenyhelyzet alakuljon ki ezen a pozícióban. Mondhatnék én több posztot, ahol ugye sajnos nincs jelen az, hogy komoly versenyhelyzet van a csapaton belül, pedig azt gondolom, nekünk hosszú távon az kell legyen a célunk, hogy minden egyes pozíció meg legyen legalább duplázva, de hogyha egy tehetséges fiatal évén akár még három játékosunk is van, az lenne a legnagyobb öröm számunkra. Nyilván ugye a Szappanost is említetted, ugye azért vele majdnem másfél napig egyeztettünk, ott végül nem sikerült, nem jött létre az üzlet, most ez milyen okokból, azt már hagyjuk, inkább az már múlt, ezzel nem foglalkozunk. De ugye már az elején kezdte, hogyha két héttel ezelőtt beszélünk, akkor lehet ez a téma még másabb, azért most a Honvédelem a Dani hozott egy-két bravúrt, úgyhogy ilyen szempontból azért mutatott abból is, hogy valójában mire is képes, reméljük, hogy ezt a formája meg is marad. De ahogy említettem, az előbb is tényleg nagyon sok olyan pozíció van, ahol szeretnénk duplázni, mert is komoly versenyhelyzet kialakítani, mert azt gondolom, hogy a játékosokat is az ösztönzi hétről hétre, hogyha tudja az, hogy a háta mögött egy olyan játékos van, aki igenis hasonló képességű, és lehet, hogyha nem olyan játszik egy meccsen, akkor az edző bátran meglépi azt, hogy esetleg berakja a másikat helyre, és legyen akár ez a kapusról szó. Nekem az az észrevételem, és ez az utánpótlás kapcsán is úgy mondtad, hogy szeretnéd, hogyha a feláramlás kicsit erőteljesebb lenne, hogy nem ismerve személyesen az utánpótlásért felelős Kenyeres urat, de most már lassan 8 éve nem látom azt, hogy mondjuk berobbannának az első csapatba olyan játékosok, mint mondjuk annak idején én a Simek Petivel játszottam együtt, vagy a Szalajtom, valakik stabil NB1-es futballisták lettek, és értek el különböző sikereket csapatocsa az NB1-ben is, a Vidinél is, meg később más csapatokban is, tehát hogy én valahogy nem látom azt, hogy az utánpótlásunk olyan szinten rendben lenne, hogy lehessen rátámaszkodni. Most nem tudom, hogy szakmai kérdés, vagy tulajdonosi kérdés, hogy nincs akkora fókusz ezen, de szerintem azt, hogy Székesfehérváron, meg itt a környező megyékben a Videótonnak még mindig egy elég komoly neve van, és hiába van itt a 40 kilométerre tőlünk egy akadémia, azért a fehérvári gyerekeket szerintem meg lehet fogni azzal, hogy ha lehetőségük lenne később a Videótonban játszani, és pláne itt van Fehérváron a Főnix, tudjuk nagyon jól, hogy az egyik legtehetségesebb székesfehérvári labdarúgó, felnőttként sose került oda a Videótonhoz, mert máshova került el, és most a válogatott csapat kapitánya lett a Szoboszlai Dominik. Úgyhogy neked ezzel kapcsolatban milyen terveid vannak? Vagy megkapod-e azt a támogatást tulajdonosi szinten, hogy ez egy tényleg egy komolyabb történet legyen, mert én megmondom őszintén, én már Kovács Zolival beszéltem mondjuk 5-6 évvel ezelőtt erről, és hogy igen, majd lesz, de sosem történt meg az, hogy egy 4-5 fehérvári gyerek olyan, aki alkalmas arra, hogy a hátára vegye a csapatot, egy ilyen klubnál is. Kezdem azzal, hogy mi tehetségközpont vagyunk, így azért
Az idősebb srácok nagy részét nem olyan egyszerű itt tartani. Az első év volt, az első szezon, ha jól tudom, és már pedig elég jó az információim, hogy ahol nem távozott tőlünk játékos utánpótlás szinten szinte. Szóval ebből a részből azt mondom, hogy ilyen szinten is kell mérnünk, hogy mennyire lépünk előre. Ez nyilván azt jelenti, hogy egyre szimpatikusabbak a nagyobb korosztályban lévő srácok számára is a Vidi, és amiben nekünk igen nagy szerepünk van, vagyis nekem leginkább az, hogy az MB3-at jóval erősebb és jobb csapattá formáljuk. Ami a következő lépés az, ami nagyon hiányzik szerintem most már egy jó ide, egy jó együttműködés egy MB2-es csapattal, legyen egy kooperáció, meg legyen az a folyamatosságunk, ami szerintem nagyon hiányzik. Mondok egy nagyon jó példát itt a Kovács Bence esetében, aki ugye elment most a Kazincz Barcikába. Győzködnöm kellett egész decemberben, hogy figyelj Bence, január elején, hogy neked az MB3 az, hogy felnőttben edzel, az MB1-be egyszer-egyszer beállsz, neked az nem szinte, el kell menni MB2-be játszani. Most felhívtam 2 héttel ezelőtt, mondtam, mennyire jó döntés volt, teljesen más az MB2, nagyon érzi magában, mennyit lép előre. Én azt mondom, hogy ha meg lesz ez a megfelelő lépcsőzetesség az után a fiatalok beépítésében, felépítésében, az nagyon sokat számíthat. Gondolok itt most, hogy bemutatkozott a Pető Milán, a Menyus. Nyilván ők, nekik azért az MB3-ból, vagy akár az utánpótlásból egy MB1-be beugrani, egy ilyen helyzetben jövő csapat nem a legegyszerűbb és nem a legkönnyebb. Mert nyilván az edzők nem a legkönnyebben használják ilyenkor a játékosokat, viszont ha lenne egy olyan kooperációnk, hogy hétvégenként ők akár tudnak MB2-be futbolozni, azért a fejlődésük jóval látványosabb lenne, és jóval szembetűnőbb. Én megmondom, hogy szorgalmazom a fiatalokat, most is vannak fent fiatalok. Ami jó volt, hogy például a Bártosz is most vállalatott szünetben, hogy beszéltünk kedden, első kérés az volt, hogy beszéljünk a Immigrációval a második csapat edzőivel, ki az a játékos, ez a két játékos, az, aki az elmúlt időszakban a legjobban teljesített, ők a felnőtt csapattal készülnek ebben a 2 hétben. Mert nyilván éreztetni akar velük is azt, hogy ha jól teljesítesz, akkor ebben a 2 hétben te vagy az a játékos, aki jól tud készülni. A következő időszakban kicsit ezzel is motiválja a játékosokat arra, hogy igenis van lehetőség. Én továbbra is bízom a fiatalokban, én szeretnék is azért majd fiatalokat ugyanígy, hogy most is vannak a keretünkben fiatal játékosaink, és akik az UP-ból nevelkedtek. Mondom, az nyilván nem könnyíti meg, hogy nem vagyunk akadémia, mert nyilván csábítóbb egy szülő számára, egy gyerek számára egy akadémiai csapatban futballozni, de azt gondolom, hogyha viszont az MB3-unk akár már csábítóbb lesz számukra, és azt látják, hogy az MB3-as csapatból ilyen módon fel tudnak kerülni az első csapatba játékosok, vagy a kooperációs részbe, akkor igenis szerintem még könnyebb lesz ezeket a játékosokat itt tartani, és akár beépíteni a felnőtt futballba. Köszönöm, Csilla. Köszönöm. Én arra lennék még kíváncsi, sok más szurkolótársammal együtt, ezt a korábbi adások alatt is sokszor érintettük már, hogy a klubnak a tulajdonosa nem igazán nyilatkozik a jelenlegi helyzetről, és arra lennék kíváncsi, hogy van-e bármi olyan publikus információ, hogy ennek mi a háttere, vagy hogy a tulajdonosnak vannak-e víziói, ambíciói jelenleg a klubban, vagy annyira nem, tehát hogy lehet erről bármit tudni. Nem vannak, én folyamatosan kommunikálok. Bocsánat, hogy megszakítalak, Roli, tényleg kíváncsi vagyok erre a válaszra, csak most valahogy úgy érzem, hogy te, mint sportigazgató, mint egykori, tényleg egy olyan név a magyar labdarúgásban, akit mindenki tisztel, vagy azt mondom, hogy nagyon sokan tisztelnek, itt Fehérváron meg 100%-ig, és hogy most egy kicsit ki vagy állítva, vidd a hátadon az egész dolgot, viszont a szurkolók szeretnének ennél mélyebb dolgot, és a tulajdonos részéről is megnyilvánulást látni. Hogy tudom, hogy nem te vagy a tulajdonos, de szóval olyan, mint hogyha te vinnél el a valhét, vagy a negatív szereplés kapcsán is téged keresnek az újságok, téged keresnek a televíziók. Tehát, hogy azért szeretnénk látni, mondjuk 5 évvel ezelőtt én olvastam tőle nagy interjút piacvezető portálokon, és most meg nagy csend van. És szerintem most kellene az, hogy igenis, mik a vízióik, mik a terveink ezzel a klubbal, ezzel a csapattal. Bocsánat, csak így. Köszönjük, amit mondtál, hogy nyilván hát
sportigazgatón szakmai vezetőnek ez a feladata nyilván, hogy egy ilyen kérdésekben megnyilván és ilyen szerepet vállaljon, és akár a kellemetlenebb időszakban is ennek az egésznek az élére álljon. Ez egyébként egy megterő dolog, nyilván aki ezt a pozíciót elvállalja, az tisztában, hogy ez mivel jár. De alapvetően a kommunikáció nekünk jó, rendben van, igenis vannak a klubból ambíciói, igenis nagyon is fontos neki a klubnak a szereplése. És nyilván az, hogy ő nem szólal meg semmilyen szinten, ez látható, az már nem egy új keletű dolog, de ugye mióta sportigazgató van, vagy szakmai vezető, azóta ő azért folyamatosan azokban a kérdésekben, ami esetleg kardinális kérdés, vagy ilyen fontosabb kérdés, szerintem azért próbálom, azért, hogy így nézőjelben normálisabb képviselni a klub dolgait. Mondom, abszolút mondhatom azt, hogy nincs semmilyen jellegű, hogy neki ez nem lenne ugyanolyan fontos, mint volt korábban, és mondjuk nem érinteni még akár egy rossz mérkőzés, ugyanúgy, mint bármelyikünket, mert nyilván én látom rajta, hogy igenis nagyon fontos neki, hogy a klub hogy szerepel. Norbi? Nekem az volna még a kérdésem, és ez is eléggé régóta már így a köznyelven forog a lelátón, hogy ugye van nekünk a főszponzorunk a MOL, és ugye elég régóta a köznyelven van az, hogy ő el fog menni a szezon végén, hogy esetleg erről tudsz-e valamit nekünk mondani, hogy marad-e még a MOL, vagy várhat esetleg egy váltást, illetve hogyha esetleg úgy alakulna, hogy váltás van, nem tudok róla, hogy van-e, de ha van, akkor már elképzelhető az, hogy új nagy szponzor érkezik, vagy valamit lehet esetleg erről tudni, vagy lehet egy beszélni egyáltalán. Mert erről megmondom, hogy szinte nem nagyon tudok nyilatkozni, meg ugye leginkább ebből az Attila is, aki ezekért a dolgokért felel, de nyilván mi, hogy március közepét, március második felét írjuk, azért folyamatosan folyik a klubnál nyilván az ilyenfajta egyeztetések is, mert hát azért készülünk a következő szezonra, és az élet nem áll meg, az nem egyik pillanatról másikra működik, de konkrétumokkal ezért én nem tudok szolgálni. Köszönöm szépen. Ezért lenne jó a tulajdonos, hogyha megnyilvánulna a közeljövőben. És akkor Gyuri, egy újabb Facebookos csokrot foglalj össze nekünk. Igazából ez a szurkolókkal kapcsolatos, több rétegű a dolog. Egyrészt, hogy még mindig nagyon szeretnék, hogy a csapat közelebb kerüljön hozzájuk, pacsizás, mi egymás, ezt már minden sportigazgató megígérte, és még mindig nincs így, ez az egyik. A másik pedig, hogy terveztek-e olyanokat, hogy szurkolói buszok, akár most a Fradi meccsre, vagy szurkolói vonat, mint annak Kispestre, bármi ilyen megnyilvánás, illetve hogy akartok közelebb kerülni a szurkolókhoz, hogy akartok még több embert becsalni a stadionba? Nyilván ez egy fontos kérdés, és mindig egy központi kérdés is azért itt nálunk. Azért, ahogy tapasztalom, már egy 15 óta, mikor volt az első ilyen komolyabb nézeteltérés, vagy valahogy 15. Nem, hogy igen, szurkolói kártya. Igen, nagyon emlékszem, igen, utána a kupadöntő, stb. Egyebek, igen, az a szezon. Nyilván itt ez egy központi kérdés. Hát nyilván azt a játékosok, akkor azt nyilván most megírem én is egyébként, de én mondjuk számolni fogom kérni rajtuk, hogyha nem mennek körbe, mert nyilván ezért fontos, hogy ezzel visszaadjuk azt a megtisztelnek a szurkoló bennünk, végig szurkolnak, ezt ezzel viszonozni kell. Azért most jó esőzés volt tényleg, hogy egy srácok így kimentek edzőstől minden estő hétvégén, és azért úgy próbálták ezt viszonozni. Nyilván ezek fontos visszajelzések. Az, hogy milyen dolgokkal, milyen olyan tevékenység vannak, amivel ezt közel próbáljuk hozni, szerintem ez a folyamatos kommunikáció, és az őszinte kommunikáció. Én azt mondom, hogy mikor akár a márkékkal is beszélek, vagy akár a üstőjékkel, bárkivel, mindig azt mondom, hogy legyünk őszintén, mondjuk el, hogy ki majd lát, miben lehet fejlődni, hogyan tudunk, ez egy közös érdek. Aztán azon belül megnézzük, hogy mik a mozgásterek. Én azt mondom, hogy sokszor én azt érzem, hogy mi is generáljuk így egy klubon belül ezt a feszültséget, holott még én mindig odajukodunk ki, hogy alapvetően itt egy jó közösség, amikor együtt mondjuk megünnepelünk egy bajnoki címet, vagy akár mondjuk együtt ünnepelünk egy sikert, akkor az mindig arról másikodon meg azt mutatja vissza, hogy azért ilyet viszont kevés helyen látsz máshol. Vagy együtt koncerteztünk, vagy bármi is.
és utána meg valami mégis megint egy picit elcsúszik a kommunikáció. Ezen szerintem kell egy kicsit finomítani, és többször leülni. Én hiszek abban, az nekünk jól működött régen, amikor így leültünk, és most is leszoktunk ülni, hogy megvitatni azokat a dolgokat, széles körben akár összedve a kérdéseket, hogy igenis mi az, ami foglalkoztat mondjuk a szurkolót. Mi is tudjuk azt képviselni, mi az, amit mi tudunk vállalni, mint klub. Mert azt gondolom, hogyha így fórumokon megnyilvánunk, elmondjuk, nyilván gondolom ez azért történik hivatalos formában is. Szerintem legjobb eset az, hogy ha tényleg erről beszélünk, mert én mindig azt látom, hogy akkor léptünk előre, amikor annál márkékkal is leültünk, átegyeztetünk, és mindig odajukadtunk, hogy tényleg akkor volt igazán rendben minden, hogyha szurkoló, játékos, vezető egy dolgot képviselt. Ezt nagyon jól mondod, és a őszinte kommunikáció mondjuk közted meg köztünk szerintem az mindig megvolt, és ez egy nagyon fontos dolog, és tényleg tök előre tudtunk menni, akkor is, amikor a szurkolói kártya ellen tiltakozott az összes tábor, és a végére mi is kint maradtunk, és akkor volt egy olyan bajnoki cím, amit úgy kellett megünnepelni, hogy nem voltunk benne, és mégis a város főterén utána aztán volt ünneplés. Viszont ahogy te is mondod, hogy mindenkinek egy irányba kellene hozni, és én azt mondom, hogy a szurkoltából, és ezen belül az RBD szerintem olyan példamutatóan állt az elmúlt időszakban a rosszabb eredmények dacára is a csapat mögött, hogy szerintem egy szó nem érett a ház elejét. Ezt maximálisan bocsú belak, de ezt meg is erősítem egyébként, és mindentől most itt beszélgetünk, vagy nem itt beszélgetünk, ezt mindenhol ugyanígy képviselem, hogy tényleg azért az eredmények ellenére tényleg a szurkolás végig megtörtént. Egyszer kellett megvédeni a tábort, a Debrecen meccs, amikor barátaim fejtek, hogy figyelj, milyen szurkolóitok vannak, 9. percben már kágyengéznek. Mondom, nem volt az, aki a meccsen, akkor jött be a debreceni tábor, és azoknak szólt, nem a játékosoknak, de tényleg akár a kövesből indulok ki, akár az elmúlt időszak az ötemecsből, amik nem úgy sikerültek, ahogy szeretük volna, és végig pozitív volt. Ez abszolút, ezzel nincs egyébként. Szerintem ez tényleg példamutató. Igen, és például most a Kispest meccsen is egy-kétszer az ember az életében elcsip ilyet, amikor bemész, és tudod, hogy aznap nyersz. Tudod, hogy bármi van, ott olyan az atmoszféra, hogy nyersz. Én ugyanezt éreztem annak idején a Trabzonspor ellen, ugyanezt éreztem például a kupadöntőn, amit pont a Kispest ellen nyertünk meg a Fradi stadionban, és most a Kispest ellen ismét ezt éreztem, hogy itt most bármi lesz, ezt megnyerjük, és olyan az atmoszféra, valahogy így érződött ez az egész történet, viszont ahogy mondott, hogy mindenkinek egy irányba kellene húzni, és megint visszakanyarodok a tulajdonosra, hogy például az RBD tett az irányába gesztust, írt egy levelet, hogy üljünk le, kezdjük el a kommunikációt, persze mindenkiben megmarad a tüske, de hogy én mindig ezzel a példával szoktam jönni, hogy ahogy Deák Ferenc a kiegyezést meg tudta ejteni a Habsburg házzal, azok után, hogy mondjuk nagyon sok embert kivégeztek a Hajnaú idejében, azok után szerintem sokkal kisebb problémákat kellene most így elsimítani, és egy irányba menni onnantól előre. Úgyhogy ha ezt tudod tolmácsolni a tulajdonos irányába, meg a klubvezetés egyéb szegmensei irányába, akkor kérlek ezt tenni meg, mert tényleg csak így leszünk sikeresek, hogyha mindenki egy irányba húz, és még egyszer mondom, hogyha a kiegyezés létre tudott jönni, akkor itt sokkal kisebb dolgokba kell megegyezni, és onnantól szerintem újra egy olyan felfele ívelő időszak lehetne, ahol mindenki egy irányba megy, és mindenki egyet akar. Ez csak az én kis észrevételem. És akkor hagyom mindenkinek még a terepet, Csilla, a listáról akkor valamit még, kérlek. Oké, hogyha már nagyon arról beszélünk, hogy mindenki egy irányba nézzen, meg ilyesmi, mert az adás elején beszéltünk arról, hogy a csapatban egy kicsit talán így megbomlott az egység, tehát hogy amit már így láthatunk több mint egy éve, hogy nem nagyon látszik rajtuk sokszor a motiváció, illetve így ez az egység, amit így tavaly, amikor Nikó megdöntötte a klubrekordot, akkor ez egy kicsit így eltűnni látott, de ez hosszú hónapokig velünk maradt, és mondjuk azt fontos hozzátenni, hogy a legutóbbi meccsen azért látszódott változás, és igazából a kérdésem az lenne, hogy ez mennyire sok összetevős probléma, tehát hogy értem, hogy hiányoznak akár a vezéregyéniségek az öltözőből, akik így a hangolók lennének, de hogy ehhez hozzátett az edző személye is, az edzőváltás is, vagy milyen problémák lehetnek még ennek a hátterében? Igen, ahogy van, azért több összetevős dolog. Azért
Nyilván megvan egy sportvezető szerepe. Az így a csapaton belül elér egy szintig. Van egy edző szerepe, aki már nyilván egy öltözőt is kezel, van egy pályaedzője, aki mondjuk jobban be tud az öltözőben, jobban elér játékosokhoz. De azt gondolom, kell az öltözőn belül egy olyan egységnek is lenni, és egy olyan közösségnek is, akik maguk is kezelnek problémákat. Szóval azért nyilván, hogy egy csapatban gondolkodunk, azért én sokszor abban indulok ki, hogy meg nyilván, hogy ebbe az öltözőbe jöttem ki 3 évvel ezelőtt, szóval azért megéltem nagyon sok dolgot, nagyon sok különböző szituációt, amit mi magunk között lerendeztünk. Akár egy játékossal kapcsolatban, akár egy helyzettel kapcsolatban. És akkor volt az, hogy ki volt küldve az edző, ki volt küldve a stáb, és azt mi lerendeztük. Ez az edző, ez egy közösségnek, az öltözőnek, a játékosoknak ugyanúgy a feladata. És ebben kell előrelépnünk szerintem nagyon, hogy igenis ott kell egy-két olyan játékos, aki, én azt mondom mindig nekik, hogy bátran, meccs után bátran meg lehet egymással szembe is vitatni ezeket a kérdéseket. Nincs az a gond, másnap egy nyugodtabb helyzetben ezt át lehet beszélni, ezt meg lehet vitatni. Mert nyilván ez egy meccs utáni felevült állapotban lehet, hogy úgy odaszólunk egymásnak, de nem gond. Mert ha utána másnap ezt normálisan meg tudjuk beszélni, akkor is egymással ezt rendeztük. De hogyha ezek a tüskék benne maradnak játékosokban, vagy benne maradnak egy másikba, és túlságosan idézőjelben tisztelettel vagyunk a másikkal, mert ugye lehet egy nagyon jó öltöző közösséget is alkotni, úgyhogy persze minden problémán átsiklunk, és akkor mindenki rendes, mindenki jó. De vannak néha olyan helyzetek, amikor már nincs. Amikor nem, akkor lépni kell, és a közösségen belül is lépni kell. És ott már nem az edzőnek a fő szerepe az, hogy ő tudja kezelni az egész keretet. De mondjuk akár, hogy egy játékos nem úgy áll mondjuk a mérkőzésen egy bizonyos szituációban, akkor azt, hogy ők nem kezelik saját maguk, akkor már nagyon nagy nehézség, mert akkor ő azt gondolja, hogy neki igazából bármit lehet. Még ide kapcsolódna egy kérdésem, köszönöm, hogy mennyire fordítotok arra nagy hangsúlyt, hogy a játékosoknak legyenek csapatépítőik, és itt most nem feltétlenül így az edzőtáborokban való közös aktivitásokra gondolok, hanem akár így a hétköznapokban, amit tudom, nyilván nem olyan gyakran megoldható, de hogy vannak erre alkalmak, amikor jobban meg tudják egymást ismerni, és egy kicsit civilben is barátkozni, úgymond. Hát most erre azt mondom neked valahol, hogy nyilván kell erre fordítani időt, energiát, de felnőtt emberekről beszélünk, akinek nincs arra igény, hogy mondjuk egy közösségen belül barátságot alakítson ki, azért elég időt eltöltünk a pályán, a játékosok eltöltenek elég időt a pályán, szerintem itt egymás között kell kezdeni, hogy ki az, aki megtalálja a közös nevezőt. Nyilván egy nagy keretről beszélünk, az soha nem fog előfordulni, hogy 25 játékos, 25 barát. Ilyen biztos, hogy nem lesz. Nyilván a barátot idézőjelben említem, de ezekre ugyanis nekik is áldozni kell. Szóval arra, hogy nyilván közösen levjenek kávézni, 5-en, 6-an, 7-en, 8-an, vagy elmenjenek együtt kajálni. Ezek saját magukon belül, akkor akár nyilván nekünk is van csapat szinten, hogy vannak azért közös kajáink, azokat próbáljuk úgy megoldani, hogy nyilván együtt legyen a csapat, hogy akkor is azért minél több időt együtt töltsenek, beszélnek az aktuális problémáról, a helyzetről, focival foglalkozzanak. Nyilván azért itt is van idősebb játékos, akit már teljesen más érdekel, van egy fiatalabb, akit nyilván mondjuk a PlayStation, meg az, hogy hazamenjen. Igen, az, hogy ezeket a különbségeket eltüntessük, és hogy nyilván mondhatom, utáltam, amikor azt mondták, és lehet ezt már is mondtam itt is, hogy bezzeg a mi időnkbe. De nyilván ezzel is foglalkozni kell. Ezt a generációt máshogy kell megszólítani. Őket más érdekli. Engem az érdekelt, hogy velem még kimaradtak az idősebb játékosok. Én imádtam, szerettem. A maiak már inkább úgy vannak, hogy akkor nyilván előjön a telefon, előjönnek a közösségi oldalak, inkább ezek a dolgok, amik jobban foglalkoztatják, és kevésbé az, hogy mondjuk beszélnek a futballról. Nyilván ezekbe kell, amikor mondtam, hogy nyilván nekem is az időm legjobbát azt tölti ki, hogy azokat nézem, hogy tudom megérinteni, hogy tudok hozzátenni. Mi az, ami plusz az öltözőt hozzá tudok tenni, hogy akár, mint mondta, egy csapatépítő, akár mondjuk egy most bármilyen olyan dolog, ami érzem azt, hogy a játékosok valami érzelmet kivált, valamit kivált ez a helyzet. És legyen jó, legyen rossz, csak hogy kicsit lüktessen az öltöző, és ne az a nagyon jó fiúk vagyunk, nagyon rendesek vagyunk. Norbi?
Nem, az volna még a kérdésem, ugye beszéltük azt, hogy jövőre már szeretnénk ugye mondjuk úgy jelentős frissítést végrehajtani a kereten, hogy a scout hálózatunkat szeretnénk-e fejleszteni, és ha igen, akkor ott is mire szeretnénk inkább rámenni, tehát a személyes megfigyelésre, vagy inkább az interneten keresztüli távolsági megfigyelésre. Igen, ugye azért is történtek most változások, nyilván ezt is majd folyamatosan folyamatában szeretnénk fejleszteni. Ugye van adatalapú elemzés is, és a játékos válogatás, van ugye a Vice Code Instatnak köszönhetően azért folyamatos meccsnézés, meccselemzés, de nyilván ami nekem az egyik legfontosabb, az az élő scout, élő scouting. Én azért szeretem, ha a legutolsó mondjuk két meccsét az adott játékosnak mondjuk azért élőben megnézzük. Nyilván itt tudsz arra figyelni, hogy mondjuk egy játékos hogy melegít. Nekem például az is fontos, hogy a csapattársait hogy tüzeli a csapatot, hogy nyilván sokszor beszélünk ezekről a mentális dolgokról, ezekről a karakteres dolgokról, ami a mi esetünkben szerintem most különösen fontos a válogatásnál. Amellett, hogy jó játékosokat keresünk, fontos, és ilyen apró dolgokból tudod, akár egy beszélgettünk most nyilván, hogy közben, hogy igen, hogy reagál mondjuk a meccs végén, fogja a társait, körbeviszi, vagy nem tudom, vagy ő sértődött fejjel bemegy az öltözőbe. Az élő scoutingban én nagyon. Nyilván ez azért kell fejlesztenünk, meg kell változtatni. Én azt mondom, hogy akik most dolgoznak így a klubon belül, ők nagyon lelkiismeretes, nagyon alázatosan csinálják a feladatokat. Ugye itt nekem az adott bázisban napi szinten olyan szintű elemzéseket kapok azokra a pozíciókra és azokra érintett játékosokra, akiket esetleg már kiszemeltünk. Nyilván ez a helyzetünk most azért nem könnyíti meg ezeket az igazolásokat, mondjuk olyan játékosoknak a szerződtetését, akik lejárt szerződésűek, és mondjuk nyáron ide lehetne hozni, azok nyilván szeretnék azt, hogy biztos helyen aláírni. Most nyilván, hogy múlt héten még a vonal alatt voltunk, ez nem könnyíti meg a helyzetüket, de ahogy mondtam, ezek mind olyan feladat, amit nem a sportigazgatói képzésem, vagy egyéb képzéseket tanul meg az ember, hanem a való életben, úgyhogy ezekkel azt mondom, hogy olyan emberekkel dolgozik együtt az ember, akik ugyanúgy azt érzett, hogy igenis akarnak ezért az egészért, és igenis fontos nekik, és ugyanis szívügyük az, hogy itt újraépüljön egy csapat, és épüljön ez a csapat, fejlődjön, az hasznos. De ezeket a szempontokat, a válaszodra vagy a kérdésedre visszatérve, ezeket a szempontok nálunk az alapok, hogy tényleg az adatelemzés, van a videón keresztüli scouting, és a legvégén az érő. Nagyon szépen köszönöm. Gyuri? Kicsit kényesebb téma. Ugye szankcionáltatok pár játékost ugye télen is, most ugye Négót is. Egyrészt, hogy akik ugye Sabanovról és Bumbáról van szó, mert ugye láttuk Makarenko ugye már játszott Kispest ellen, hogy velük mi van, őket elengedtétek el, vagy van visszaút az új edzővel akár. Illetve a kérdés második része, hogy csak ilyen fajta szankciók voltak a rossz szereplés miatt, vagy esetleg más is, pénzbüntetés, vagy bármiféle ilyesmi. Kezdem a két játékosra, ugye ezek az NB3-ba került, számukra nagyon nézegettük a lehetőséget, ott a téli átkozás, szóval, hogy megfelelő lehetőséget találjunk számukra. Sajnos kevésbé éreztem olyannak a hozzáállást, hogy igenis nekik fontos az, hogy valóban elmenjenek játszani. Én nekem ezáltal nem biztos, hogy megfelelő a motiváció ahhoz, hogy ők visszakerülnek az első csapatban. A Maka esetében egy teljesen más helyzet. Az elmúlt három-négy hétben van Szabinál, és azért bőven látszott rajta, hogy az edzéseken való hozzáállása, hogy tényleg eldőlt neki a sorsa, hogy ő itt marad a nyárig, egy teljesen más. Addig se volt gond az edzés munkájával, de teljesen más Makarenkót véltünk felfedezni, és az edzőnek az első kérdése az volt, hogy ő egyébként miért nem játszik. Hát mondom, nyilván, mert ugye összetett egy ilyen döntés, ott megkérdőjeleztük egy picit a hozzáállás részét, de most alapvetően azt gondoltam, hogy ha már ugye mindenki tiszta lappal indul, aki az első keret tagja az új edzőnél, akkor neki is megkapni azt a lehetőséget, hogyha ő számol vele, hogy igenis szerepet jusson, ő egyből be is cserélte ezen a mérkőzésen. Mi volt még a másik része a kérdésnek? Szankciók, hogy... Ja, a Négó példája, igen,
Meg kell lépni, ugye Loik egy válogatott játékos, aki csak padkapitány, azért neki egy példamutató magatartást kell nap mint nap mutatni az öltözőben. Az elmúlt héten ez több alkalommal nem valósult meg, ezért azt gondoltuk, hogy elbeszélgetve nyilván vele, hogy most Honvéd ellen nem lesz a keret tagja, menjen a válogatottba, gondolját, hogy neki tud ezért a vidiért tenni, és annyit, amit nyugal elvárhatunk tőle, úgyhogy bízom benne, hogy azt a Loikot kapjuk vissza, akit mindenki látni szeretne a pályán. Megint oda térek vissza, hogy ezek azok az apró dolgok, amivel nem erős szó, hogy játszani kell, de sajnos néha ilyen dolgokhoz is kell nyúlni, mert igenis én azt mondom, hogy az ÖSV-ben és egy csapatkapitánynak igenis egy komoly példát kell mutatni az öltözőben. Ez, ha nincs meg, akkor a többinél nem tudom elérni azt, hogy igenis ő a csapatkapitányod, neki mondjuk idézőjelben ezt meg ezt lehet, akkor a többit hogy irányítod arra, hogy figyelj, a csapatkapitánynak ezt lehet, nekem meg nem. Szóval azért ezek ilyen dolgok. Nyilván ezt, ha az ember logikusan átgondolja, nyilván ez hozzá tartozik egy öltöző élethez. Egyéb szankciókra nem szeretnék beszélni. Egyébként, ha a pénzbüntetésekre gondolsznám, az a legutolsó. Azt gondolom, hogy ha odáig el kell jutni, az már nagyon szomorú, és az már nagyon, nagyon rosszat jelent, akár a keretre, akár a csapatra nézve. Én azt mondom, hogy inkább úgy kell rávezetni egy játékos, hogy igenis érezze azt, hogy ha a lelki ismérete is tiszta, hogy igenis ez lehet, hogy kevés volt, lehet, hogy nekem sokkal többet kell tenni adott esetben a klubért. Úgyhogy én jobban hiszek elsőkörben azt, hogy kommunikálok egy játékossal, próbálom neki először normálisan elmondani, ha nem, akkor nyilván olyan lépéseket teszünk, ami lehet, hogy nem a legkedvezőbb számára, de profi futballról beszélünk, itt az eredmény beszél, itt nem fér bele az, hogy babusgassunk játékosokat, és ki a kedve szerint szerepelgessen. Köszönöm. Én is nagyon köszönöm a kimerítő válaszokat. Egy megjegyzésem van, mielőtt zárnánk a műsort, és engedünk el téged, hogy az apai teendőidet lásd ezen a napon ismét, hogy az új edzővel kapcsolatban, én még nem tudom eldönteni, hogy ő jó edző lesz, rossz edző lesz, bármi, de ahogy nyilatkozott, az nekem nagyon szimpatikus. A kommunikációs képességei, azok a dolgok, amiket elmondott, azok így megragadják az ember figyelmét, és hogy tényleg el tudja hinni, hogy ő ezt így komolyan gondolja, értelmesen el tudja adni, úgyhogy ebből a szempontból én azt tudom mondani, hogy szerintem ő kiváló választás, aztán remélem az eredmények is ezt fogják igazolni. Fogják jelenteni, minden esetben a profi fociból, ez előbb is mondtam, nyilván az eredmény dönti el, de tényleg én is azt mondom, hogy mi is azért szerettünk volna egy picit más, picit újat, és picit olyat, aki benne van hasonló szerepben dolgozott már, és neki is tényleg azt láttam, hogy ez abszolút egy komoly kihívás, és csak azt a részét nézte. Azért azt szerintem mindig sokat elárul egy edzőről, hogyha azzal kezdi, hogy a csapat és egyebek, mint az, hogy mondjuk a szerzése, hogy tevődik össze. Igen, nagyon köszönjük még egyszer, hogy itt voltál. Én remélem, hogy egy fél évente ezt mindig meg lehet ismételni, és mindig jobb és jobb témákról tudunk majd beszélni, például a bajnoki cím, kupa győzelem, európai csoportkör, stb. Tehát visszatérünk erre az útra. Szeretnénk téged így rendszeres vendégként látni nálunk. Úgyhogy köszönöm Csillának, Norbinak, Gyurinak a mai részvételt, és Roli, nagyon sok sikert kívánok neked, meg magunknak is ezáltal. Köszönöm, köszönjük szépen. Ti pedig iratkozzatok fel a csatornára, már csak 200 követő kell ahhoz, hogy elérjük a bűvös ezres határt, úgyhogy pörögjetek már fel, légy szíves, mert újpestiek is követik a műsor, svaristák is, úgyhogy remélem minél több vidi szurkoló is feliratkozik. Fradinál találkozunk az Üllői úton, vonattal megy az RBD, aki szeretne csatlakozni, remélem csatlakozik hozzánk, nagyon sokan szeretnénk lenni, és egy jó hangulatot produkálni. Erről a témáról elfelejtettünk beszélni a Fradi meccsről, de majd ezt akkor majd egyszer visszatérünk. Jó, oké. Köszönjük szépen a figyelmet, gyertek, nézzétek a műsort, kommenteljétek a YouTube videó alatt, amit szeretnétek, én igyekszem mindenre válaszolni, a többiek se kummantanak, úgyhogy hajrá videóton, sziasztok! Sziasztok, hajrá videóton! Hajrá videóton, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, hajrá videóton!